feladatom megvédeni a lányomat mindenkitől, így reagált Hódi Pamela volt párja és gyermekének apja Berki Krisztián egyik Facebook videójára, amit közös lányával készített. Pamela a szakításuk óta nem beszélt a nyilvánosság előtt Krisztiánról, most azonban hosszú bejegyzésében oktatta ki volt párját vendégünk Hódi Pamela. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Na mi az oka annak, hogy ennyire pipa vagy most Krisztiánra, mert hogy azért látom rajta, hogy egy kicsit feszült vagy. Nagyon feszült vagyok, és ahogy előbb el is mondtam nektek, meg fogom válogatni a szavaimat, és pontosan azért, hogy ne legyek a későbbiekben támadható. Szeretném leszögezni, hogy az elmúlt 5 évről én soha semmit nem mondtam. Hiába rengeteg dolog volt, ami nekem nem tetszett, és elmondhattam volna, nem mondtam. Ma is úgy ülök itt, hogy nem fogok sem olyan dolgot mondani, amik az én sérelmeim, azért, amiket ő csinált. Mert mondhat itt nagyon sok mindent, de ez a jövő zenéje. Vagy lesz, vagy nem lesz mondva. A dolog ott kezdődik, hogy én azt mindig is elmondtam, hogy a kapcsolatot ő mindig tarthatja a gyerekével. Velem bármit tehet, a gyerek ott lesz. Mert az apja. Én ezt aláírom. Amikor is azt gondolom, hogy a gyerekem Magyarországon olyan helyzetbe kerül, ami nem állja meg a helyét, azért ki fogok állni és védeni fogom. És én azt gondolom, hogy egy Facebook videón, egy élő bejegyzésben 280 ezer ember előtt, 100-valahány, 150-160 megosztással, és gondatlanságból elkövetett cselekményt csinálni, nem állja meg a helyét egy 4 éves gyereket arra bírni, hogy hazudjuk azt, hogy Oliver készíti a videót, miközben nem Oliver készíti, egy 4 éves gyereket nem erre nevelek. Én nem. Tehát 3 évig ennek a gyereknek csak anyja volt. Az voltam én. Tehát a Krisztián az utolsó 1 évben elkezdett úgy kommunikálni a gyerekkel, meg menjünk programozni, meg tök jó, ezt országvilág láthatja, nagyon jó lefotózni a gyereket, nagyon jó kirakni, biztos növekednek a lájkszámok, én ezt aláírom, mert viszi, nem mondom, hogy nem viszi. Ezeket a pillanatokat ahelyett, hogy megélné, kiposztolja. Ez így történt egy élő bejelentkezésben, 53 percben, ahol is a tévéműsorról beszélgetett, 4-szer úgy leteremtette a gyereket, hogy maradj csöndben, most apa beszél. Kérdezem én, hogy ott alszik azon a héten mondjuk 1-szer vagy 2-szer a gyerek. Egész nap óvodában van, délután életbevágóan fontos egy nővel felvetetni egy ilyen videófelvételt? Nem. Mert hogy az volt neked a sérelmed, a másik azon kívül, hogy kilátszik a Natinak a feneke. Mindene. Ugye egy nő vette föl? Az nem volt sérelmem, mert hogyha Oliver veszi fel, Eszter veszi fel, a takarítónő veszi fel, a szomszéd, nem érdekel. Az a sérelmem, hogy ez az illető, aki ilyen távolságban ül, és te is tudod, ha most én itt kamerázlak titeket, nyilván látom azt, hogy valami nincsen rendben a gyerekkel. Szólok, leállítom a videót, mert azt újra lehet kezdeni, elment az internet, bármit ki lehet találni. Egy, a gyereket úgy öltetem be élő bejelentkezésbe, fürdés után esetleg, vegyen fel bugyogót, vegyen fel ruhát, 4 éves a gyerek, közösségbe jár, média szereplő. Nem szabad a gyereket ilyennek kitenni. Nekem erről ez a véleményem. Ez ennek a nőnek a hibája, hogy nem szólt. De ha ez férfi lett volna, tök mindegy, mert neki is a hibája, de akinek ez a hibája, az az apja a gyereknek. Azért, mert nem tette rendbe a gyereket, azért, mert beteszi egy ilyen. Mert ha azt videózza le, gyertek, vegyük fel élőbe, hogy én milyen jót legózok a gyerekkel, tök jó, mert a gyerekről szól. De szegény gyerek megpróbál megszólalni, és marad csöndben, mert apa beszél. Muszáj ezt? És muszáj azt mondani a 4 éves gyereknek, hogy mert a Natika elmondja otthon, mert nem buta a gyerek, és a 4 éves gyerekem 1000-szer őszintébb, mint az apja, és ő nem fog hazudni. És azt mondta, hogy csak bolondoztunk, hogy Oliver csinálja a videót, Eszti volt. És elmondja, hogy Eszti hogy néz ki, és tudom, hogy Eszti volt, mert előtte is beszélt már Esztiről. Tehát itt lehet ilyeneket játszani, csak semmi értelme nincsen. Ha az történik, bocsánat, és tudom, hogy most egyfolytában beszélni fogok, mert nagyon feszült vagyok, ha az történik, hogy van egy párja a Krisztiánnak, legyen. 2 héttel ezelőtt folyamatosan, költöz haza, életem szerelme, nagyon szeretlek, mondom, jó, oké, szia, itt tartottunk. Mennyire komoly ez a nő, hogy egy ágyba kell fektetni a gyerekemmel. És a gyerekem ezt mondja nekem, hogy nekem ez rossz, mondom, Nyuszika, nem rossz. Aranyos veled az Eszti? Igen, oké, akkor semmi baj nincsen. De ott kezdődik a dolog, ha nekem párom van, és komoly a dolog, akkor szólok Berki Krisztiánnak, figyelj, van valaki, bemutatnám a Natinak, mert ott fog aludni, és fognak találkozni. És ilyenek nem teszem ki a gyerekemet, hogy azért, mert én ilyen életet éltem, és olyan vagyok, mint a Nátha, hogy bárki elkaphat, és akkor a gyerekem ezt fogja nézni. Nem, mert én a gyerekemet meg fogom védeni. És ő neki ez egyébként se tudja még feldolgozni, hogy most apa miért nem jöhet fel hozzánk, és anya, te miért nem alszol ott, és a Chloé miért nem jön haza. És mit mondok neki? Mert apa nem adja vissza. És apa letiltotta anyának a hívásait. Ezt akartam kérdezni, milyen kapcsolatotok van, most beszéltek? Semmilyen. Amikor én ezt az egész dolgot megtudtam, ez pénteken este volt, ugyanis anyukám írt nekem, hogy a Krisztián élő bejelentkezést készített, és hogy a Natinak az egész dolog odalent látszódik. Jó? Nyilván azonnal megnéztük, pont a barátnőim nálam voltak. Én tudtam, hogy le vagyok tiltva a Krisztiának. Folyamatosan foglaltatja el ez a telefonja, nem tudom elérni, egyébként pedig
ez is tiltja a törvény. Tehát az, hogy a kapcsolattartást nem tudja nekem megadni, miközben nála van a gyerek, ilyet sem tehet meg. Megpróbáltam hívogatni nagyon sokszor. Tudtam, hogy nem fogom elérni, mert azelőtt se tudtam őt elérni, mindig foglaltat jelez. Mit csináltam? Barátnőm telefonjáról felhívtam, fel is vette hosszú csengés után, mondtam neki, hogy ez van. Azt gondoltam, hogy ő ezt nem vette észre. És azt mondta, tudom, már oldjuk a helyzetet. Gondoltam azonnal letörli, semmi nem történt. A mai napig ugyanúgy fent van a videó. Figyelj csak, én mind a kettőtöket szeretlek, és ezt pontosan tudod már, mint Krisztiánt is, téged is, de én azt gondolom, hogy ettől függetlenül ő nem rossz apa. Tehát, ez így van. Bármennyi képet látok, valóban posztol, szeret posztolni Krisztián, de hát más is szeret posztolni, tök jó helyekre viszi, tök jó dolgokat csinál vele, és ez nagyon fontos. Nézzünk meg. Rengeteg apát, nem a környezetében, általában véve. De én ezzel nem vitatkozom. Fel ennyit nem tesz a gyerek. Ez így van, én ezzel nem vitatkozom. Tehát én ezért is az elején is elmondtam, igen, nála van a gyerek, ő tudom, hogy otthon nem tud vele mit kezdeni, ezért elviszi programozni, szíve joga, azt sem mit akar. De egy privát Facebook oldalra nem raksz ki ilyet, egy fotót sem. Mert mindenki azt csinálja, oda rak egy kis szívecskét, egy kis csillagot, vagy nem tudom milyen kis motivumokat, ha fürdetés közben lefotózza a gyereket. De ilyet egy felnőtt ember, egy 38 éves ember, hogy ennyire gondatlan legyen, hogy a gyerekét kiszolgáltatja egy ilyen helyzetnek, ami mondjuk 15 év múlva is visszakereshető lesz, nem állja meg a helyét. Nekem erről ez a véleményem. És mit mond Nati? Hogy áll ehhez az egészhez? Nem tudja. Uh-huh. Én nem fogom neki mondani, tehát nem őrültem meg, abszolút nem tudja. De ez a videó? Igen. Biztos, hogy fent van. Én ma reggel néztem. Biztos, hogy fent van. Tehát a Krisztián jelen adott interjút egy újságnak, hogy én őt letiltottam, soha nem tiltottam le. Tudod, honnan tiltottam le? A közösségi oldalakról. Mert nem bírom ezt a színjátékot, ezt az álszentséget, ezt a tökéletességet, a magánéletét tegye rendbe, és a velem kapcsolatos dolgait. Ez a véleményem. És elegem van abból, hogy mindenki azt mondja, hát igen, ez a baj a Krisztiánnal, meg az a baj, de amúgy tök cuki, persze, senki semmit nem visz véghez. Ő mindig mindent megúsz, minden rendben van, persze mindent kimagyaráz a nagy hazugságokkal, semmi nem úgy van. Tehát én is, ha most felhív, nem ugyanúgy foglaltat jelezte, felhívnád, nem jelezne foglaltat, ezt hidd el. És igen, letiltottam, azért nem érdekel a színjáték, amit csinál a média oldalakon, hogy ő milyen tökéletes. Nagyon sokan azt gondolták, hogy ti majd kibékültek, nem, és csak egy átmenti állapot, de akkor ezek szerint erre semmi soha. Soha. És még egyszer mondom, igen, rendes apa, mert igen, programozik a gyerekkel, de ez nem állja meg a helyét így. Jó, ezért ebben persze mi és tudod, hogy mi a baj? Még egy mondat, és tudom, hogy aztán lejár esetleg az időt. Nem, még van időd, mondd csak. Hogy én azt gondolom, hogy a médiában való szerepléshez fel lehet használni, tehát felhasználhatja a gyereket teljesen normális körülmények között, de az állja meg a helyét. És az, hogyha ő erről nem tud gondoskodni, akkor én ehhez meg fogom tenni a kellő lépéseket. De épp ezt mondtam, hogy megállja a helyét, mert egy csomó olyan dolgot csinál vele, amit más apa más gyerekkel nem tenne. Értem, hogy most ez a videófelvétel. És az egy fotó, Peti. Tehát szögezzük le. Igen, pont ez az egy fotó. Amit mi látunk, azért az teljesen fotó. Más lehet, és én nem szeretném ezt. Nem tudom, én szoktam Krisztiánnal beszélgetni, és nem úgy beszél a Natiról, amikor az öltözőben találkozunk. Nagyon szeretem. Nem tagadom, hogy nagyon szeretem. A határokat meg kell tartani. Nekem erről ez a véleményem. És sajnos nem tudok más úthoz folyamodni, mivel nem tudjuk a kapcsolatot tartani, mert ugyanis le vagyok tiltva. Tehát egyedül a Weber találtam most meg, ahol még nem tiltott le, tudtunk kommunikálni, meg is írtam neki, ott is nulla kommunikáció. Én megyek az ő ügyvédjéhez, meg én mondom, miért az ügyvédednek szültem a gyereket? Mondom, miről beszélünk? Álljunk már meg egy kicsit. De arra gondolsz, hogy tennél jogi lépéseket? Tehát, hogy megfordult minden a fejemben. Uh-huh. Tehát másképpen őt nem tudom megfékezni, és ezt nem fogom engedni. Az, hogy én velem miket csinál, annak is megvan az útja, mondja, minden rendezés alatt van. Nekem szeptember óta olyan nehéz az életem, és én nem azt mondom, hogy kiegyensúlyozott vagyok. De gondolsz, bocsánat. Mindenre gondolok. Uh-huh. Itt minden benne van, és ez a jövő zenéje, és ezekről azért nem fogok beszélni, mert ügyvédi titoktartás, meg ő miket, tehát én nem akarok ebben a... Tehát ez a dolog azért került a média elé, mert másképpen őt nem tudom megfékezni. Egyébként el sem jött volna a média elé, de a lányomról van szó. Az, hogy nekem mi a problémám a Berki Krisztiánnal, és ő miket csinál, meg nem csinált, meg a jövőben mi ezt hogy fogjuk rendezni, és én milyen lépéseket fogok tenni, az az én dolgom. Ha nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, majd akkor megtudja az ország. Ez a véleményem erről. Igen. És soha nem voltam ilyen, és pontosan tudjátok, minden egyes héten beülhettem volna valami problémával, minden egyes héten. De lehet ezzel jönni. Apa Mela jó anya, az elmúlt 5 év tök jó volt. Persze, hogy tök jó volt a részéről. Ez a véleményem erről. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt most ilyen őszintességgel így megosztottad velünk. Gondolom azért régóta jelölődött benned az, hogy most már ennek így teret adj.
próbálnám vele megbeszélni ezeket privátban, nekem nem lételemem, hogy én, tehát ez egy nem jó dolog, és én szívesebben ülök itt azzal kapcsolatban, hogy hogy fog telni a karácsony. Persze, csak ez az emberben feltorlod, és... De akkor kell, sem találkoztok, hogy... amikor átadjátok Natit egymásnak. Próbáljuk az óvodában ezt megoldani, hát a jövőben ez ugye valószínűleg másképpen fog történni ezek a dolgok után, úgyhogy nem tudunk, tehát hogy ő neki olyan sérelmei vannak, hogy én nem mentem hozzá vissza, nem békültem ki vele, én mondtam, hogy én biztos, hogy nem hagyom itt a lakásomat meg az életemet, én boldogulok egyedül. De nem tartom korrektnek, amit csinál, nem hazutoljuk, nem bírjuk hazugságra, és látszik, hogy szegénykém, és a szívem összerándul, hogy mondja neki, hogy ugye Natika Oliver készíti a videót. Igen. És látom, hogy hazudik, mert ez az én gyerekem, és tudom, hogy nem hazudik egyébként. És nem lehet ilyenre tanítani a gyereket 4 évesen, azért, mert az apja ilyen, a gyereket is neveljük erre. Hazudjon bármit, vegye fel mással a videót, vegye fel másnap, vagy előző nap. Miért kell a gyerekkel felvenni egy ilyet rendezetlenül? Miért? Nagyon szépen köszönjük, Pamela. Én is köszönöm.